Sziasztok, Danger vagyok, ez pedig itt a State of the Game, azaz a Division heti fejlesztői streamjének a megkésett összefoglalója. Sajnos az ünnepek miatt sokat késtem ezzel, remélem elnézitek nekem, cserébe nem sokról maradtunk le. Javították a Secret Mission bugot és mindenki kapott öt kulcsot az új hacuka ládához, amiből érkezett egy ünnepi verzió. Csak karácsonyi cuccok vannak benne, Mikulás kabát, Mikulás csatos bakancs és hasonló csodák. A kulcsokat január 11-ig lehet átvenni a Reward Vendornál, és az új ünnepi láda is addig elérhető. Természetesen a szokásos kulcsformulással is megvehetőek ezek a ládák, szóval hajrá! Megosztottak pár megdöbbentő statot az elmúlt globális eventről, az egyik, hogy összesen kb. 16 milliárd kreditet farmoltunk ki, és ezt 10 millió 285 000 superior ládára költöttük. A harmadik pedig az, hogy a játék életében összesen lefutott Lexington küldetések számának 10%-a ebben az egy hétben volt. Aki még emlékszik a Beret ködménye körüli hisztériára, az tudja, hogy hónapokig mindenki azt grindolta, így ez a 10% egy hét brutálisan magas kombó. Elég magas ahhoz, hogy végre Messi is elismeri, hogy valami nem stimmel, ha a játékosok annak érzik szükségét, hogy ugyanazt a missziót ismételgessék végtelenítve, hogy előrébb jussanak. Formokon rengeteg ötletet leírtak már, számtalan olyat is, amit finomítva egy ennél mindenképpen jobb rendszert kaphatnánk. Fut egy dupla láda esemény is, ami december 28-án fejeződik be, aki még nem tette, fusson be gyorsan a Westside Pierbe, és szedegesse fel a telefonokat, rengeteg XP-t adnak, én is ezt fogom ma tenni streamem. A következő globális event várhatóan január 3. hetében érkezik, ennél többet nem árultak el, nagyjából úgy is tudjuk, mi lesz, és az összes maradék Classified benne lesz. Röviden szó esett a Balancingról is, hogy OP a Predator, OP a Nomad, OP a Striker, stb. Ezzel kapcsolatban továbbra is az az álláspont, hogy nincs rövid távú tervek között korrekció, továbbra is azt látják, hogy még a meta sem állt be, és kirívó dolgokat sem tapasztaltak. Azt is megemlítették, hogy a balanszot állítani, mielőtt a következő globál eventtel kijön a Tactician és a maradék set, valószínűleg nagyon gól lenne. Szóval élvezzétek, vagy szenvedjetek tetszés szerint, de január végéig szinte biztosan minden marad így. Ennyi volt egyébként, ami érdemi info elhangzott, aki csak erre volt kíváncsi, az most nyugodtan kikapcsolhatja. A videó hátralévő részében én foglalom össze a játék eddigi életútját, és hogy szerintem hol tart most közel két évvel a megjelenése után. Igyekszem azoknak a kérdéseknek a mentén felépíteni a mondandómat, amiket gyakran kapok tületek chaten vagy Facebookon. Az egyik növekvő probléma a játékban a lag, aki valaha játszott vele, az tudja. Én már olyan szinten tapasztalom, hogy a vezérlés sem veszi be a játék, már nem csak harc közben a század másodperces késés a gond, hanem egyszerűen nem vált fegyvert, vagy ami a legmegdöbbentőbb volt, menüben nem érzékelte a kattintást. Ez a fajta rendszer szintű probléma sajnos nem olyan, amit több szerver bekapcsolása megoldana. A játékot pecselik két éve és rengeteg alaprendszert érintő változást kellett megcsinálniuk, legyen ez a sebzés számolása vagy az alapstatok működése, de a legszebb példa egyébként a test és a hátizsák méretének növelése. Aki emlékszik, még rá rengeteget sírtunk, mire megfontolás tárgyává tették egyáltalán, és az első számú ellenérve az ő oldalukon nem az volt, hogy nem szívesen adnának, hanem az, hogy olyan mértékben növeli a terhelést a szervereken, amit egyszerűen nem bírnak el. Végül megoldották. Valahogy meghekkelték, hogy boldogok legyünk, de nem tudni, milyen kompromisszumokat kellett kötni a háttérben. A másik szép példája, hogy milyen törékeny valójában ez a rendszer, az, hogy volt még annó egy set bónusz ötlet a bensíre, hogy a játékos 10%-kal tudjon gyorsabban futni, hogy megakadályozzák az akkor jellemző menhán félmaratonokat a Dark zone -ban. Teljes katasztrófa volt, nem tudta a játék a pályát betölteni olyan gyorsan. 10%-nál, ami nem hangzik soknak, de ha egyszer felépítesz egy rendszert valamire, és utána elkezdesz alapszabályokat módosítani, akkor gáz lesz és akkor ne is beszéljünk az exploitokról, meg a kritikus hibákról, amiket 24-48 órán belül orvosolni kellett. Amikor azt a kifejezést használják, hogy javítva, az nem azt jelenti, hogy befoltozták a tetőt, mert folyik a víz, hanem hogy alátoltak egy wildingot, hogy ne ázzon a paraszt alsó szomszéd, mert ugat, hogy foltos a plafon. Szinte sosem szép és optimális megoldások ezek, inkább csak megakadályoznak valami sokkal rosszabbat, és később vagy van idő rendesen megcsinálni, vagy közben kiderül egy RPM glitch, egy falon átmenés, egy láthatatlanság, Hadd ne soroljam. Ez egy végeláthatatlan küzdelem, és ezek a sufni tuningok szépen összegyűlnek, mint az egyéves Windows installodban, amivel akármi csinálsz nem gyorsul, csak a format reinstallhoz eredményt. És ez az ami itt nem opció. Ez nem menti őket az hogy legbizsonyabb csúfolják a játékot, de nem árt figyelembe venni, hogy egy komplex probléma körül van szó, aminek nincs egyértelmű és gyors megoldása. Egyik alkalommal el is hangzott, hogy próbálják azonosítani a top 3 forrását a lassulásnak. Ebből látszik, hogy nem egy dolog van, mint hogy kevés a vas. Nagyon helyesen azt teszik, ami a legjobb opció a sok rossz közül, keresik azokat a forrásokat, amik a legtöbbet dobnak majd a játékosok élményén. És ez sem egy egyszerű dolog. Ha megvan júniusban a top 3, javítás, következő pecssel kimegy, majd a következő top 3 azonosítása, és ez végtelenítve. Ezért nem érdemes nagy csodákat várni, lesznek jobb és rosszabb időszakok a rendszerben. De azt feltételezni, hogy leszarják nem szabad. Ebből veszik a rénszarvas a zsömlét, úgyhogy elemi érdekük, hogy mi jól érezzük magunkat. Ezzel elérkeztünk a második nagy témához. haldoklik -e a játék? Megszűnik a támogatása? Kanyarban van a kettő? Csak az avatár számít? Sokan közületek kétkednek afelől, hogy pontosan hogyan is megy most a játék sora, de ahogy észrevettem jellemzően ez inkább a veteránokra igaz, akik régóta a játékban vannak. Nektek annyit szeretnék mondani, hogy gondoljatok azokra, akik az idei lárazásokon vették meg, amik mindig nagyon okosan egy ingyenes hétvége köré voltak szervezve. Nos, ezek a játékosok sosem láttak az 1.3 patch tragédiáját, a kezdeti gamebreaking problémákat. Az 1.4 utáni játék sokkal élvezhetőbb lett, és az 1.8-al a friss content problémáját is nagyban orvos most arra tényleg nagyon sok mindent lehet csinálni a játékban, sokféleképpen, különösen ha valaki a DLC-ket is megvette. Hadd utassak egy statisztikát a játék napi aktív játékosairól, csak PC-n és csak Steam-en, hasonlót már mutattam. De ez alapján világosan látszik, hogy az 1.8 az eddig legjobb, hanem a legjobb patch, ami eddig valaha kijött. Az én személyes véleményem pedig az, hogy most az eddigi legérdekesebb és legváltozatosabb a játék ever. De mit is jelent ez? Újabb játék és dlc aladásokat és természetesen ott a Premium vendor. Aki erre csak legyint, az nem értének a mechanikáját, az a butikos a játékosok 1%-ának, vagy legalábbis nagyon kicsi arányának van ott. És higgyétek el, hogy ez az 1% költ hetente, havonta. Ez pedig csak azt jelentheti, hogy van pénz, és amíg van pénz, addig az Ubisoft vasmarka nem engedi el a fejlesztőket. Ha picit körbenéztek egy Star Wars Battlefront 2 vagy egy Destiny 2 irányába, akkor azért összetehetjük a két kezünket, hogy a Divisionben hogyan van kialakítva a mikrotranszakció. Sokat szidjuk az RNG-t, de nekünk legalább csak ezzel van szívás, és nincs olyan, hogy XP lassítás eltelt idő alapján, vagy pénzért vehető XP szorzó, mint a Destiny 2-ben. Kicsit elkanyarodtam, de a lényeg az, hogy bőven vannak olyanok, akik igenis kifizetnek pénzt azért, hogy mikolásos sapkájuk lehessen. Lelkük rajta, nincs ezzel semmi gond, sőt, nekik is köszönhetjük, hogy a szerverek még működnek, és ingyenes pecseket kapunk. Egy 1.8-horderejű pecset soha semmilyen executive vezető nem hagyott volna jóvá, vagy nem lőtte volna le, ha közben a játék nem termel profitot. A visszajelzés pedig elsöprő, többen játszanak vele most, mint nagyon régen, és egyre több eszközük van a folyamatos figyelem fenntartására a leaderboardok, -ok, a kitüntetések, a globális egyéb eventek, öt teljesen különböző játékmód, ezek mind nem léteztek egy éve. De tegyük félre egy pillanatra, hogy miért is mondanám minden ellen a roló lehúzása, és nézzük meg, hogy konkrétan David Polfelt, a messzi igazgatója mit is mondott egy interjúban kevesebb, mint hetete az IGN.com-nak. Szó szerint idézetből fordította és magyar hangja Gáti Oscar. Na jó, nem én voltam, de igyekeztem pontosan lefordítani. Szóval idézet indul. Én úgy gondolok a játékfejlesztésére és támogatására, mint egy kapcsolatra. Addig, amíg elmész a következő randira is a játékosokkal is izgatott vagy, sőt ők is izgatottnak tűnnek, most nem ilyenkor szokás abba hagyni a randizást. Jó régen azt hittük, hogy most arra sokkal kisebb játékos bázissal rendelkezünk majd, mert úgy gondoltuk, hogy ugyanúgy fog alakulni a játék sorsa, mint meg annyi másik RPG-nek a piacon. Ezzel szemben az történt, hogy 1.4 óta minden patch újra növekszik a játékos bázis. Idézet vége. Az IGN információi szerint a teljes messzív stúdiónak jelenleg csak kettő fókusza van, a Division 1 és az új Avatar. Arra a kérdése pedig, hogy lesz a -e Division 2, a következőt felelte Paul Feltour. Szerintem ez egy csodás-csodás brand, amiben annyi potenciális történet rejlik. Rengeteg dolgot nem csináltunk meg a Division 1-ben, pedig érdemes lennem ránézni. Egyértelműen azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség van a folytatásra, ami túlmutat azon, hogy csak élesben tartjuk a Division-t. De ezekről egyelőre nem árulhatok el túl sokat. Idézet vége. Ez egyébként csak egy szép megfogalmazása semmire. De aki nem tud a sorok között olvasni, annak itt egy TLDR. Amíg ennyien játszunk, sőt egyre többen, addig jönnek az ingyenes pecsek, és lesz Division 2 is, amikor már úgy érzik, hogy kezd kifogyni ebből a szufla. Remélem mindenki megnyugodott. Kicsit hosszú lett, de remélem hasznos volt. Ha nem, úgyis tudjátok, mit kell tenni. Ha igen, akkor nyomjatok a like-ra, hogy minél több emberhez eljusson, és támogassátok a csatornát egy szubba. Szuper lenne, ha meg lenne a 400 idén. Január 2-ig továbbra is ünnepi menetrend van. Minden este stream, figyeljétek az értesítő e-maileket, vagy kövessétek a facebook.com per és tudni fogjátok, mikor kezdünk. Lesz szilveszteri stream is. Ha nem lesz vállalhatatlan, akkor YouTube-ra is felkerül, de erre kicsi az esély, mert szerintem zenés stream lesz, azt meg úgyis letiltja ez a para a kedves algoritmus. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem este találkozunk. Sziasztok!